Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj szaknyelvi angolt, tehát vendéglátóipari, informatikai vagy pénzügyi angolt teljesen ingyen. Nos, ha érdekel téged az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a videó leírásban nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát hogy hogyan tanulj szaknyelvi angolt ingyen. Nos, hogyha olyan állást szeretnél megszerezni itthon vagy külföldön, amivel nagyon-nagyon jól tudsz majd keresni, akkor az általános angol tudás mellett mindenképpen szükséged lesz a szaknyelvre is. Ha ez a szaktudásod megvan, tehát ez a szaknyelvi angolod megvan, akkor kezdőként is sokkal jobb alkupozícióban leszel az állásinterjún, és sokkal gyorsabban léphetsz majd előre a ranglétrán. Most nézzük először a dolognak a szakmai oldalát. Nyelvtani szempontból nincs különbség az általános és a szaknyelvi angol között. Tehát, hogyha van egy stabil, középfokú angol nyelvtudásod, akkor nincs más dolgod, mint elsajátítani a szakszavakat és a szakkifejezéseket. Tehát lényegében szótanulásról és szókincsfejlesztésről van itt szó. Nézzük azt, hogy hogyan tudod ezt megtenni. 1. Olvas angol nyelvű szakmai könyveket és magazinokat. Ahhoz, hogy kontextusban, azaz szövegkörnyezetben lásd a szakkifejezéseket, ahhoz szakmai anyagokat kell olvasnod, lehetőleg minél többet. Úgyhogy nincs is más dolgod, mint beírni a szakmád kulcsszavát vagy kulcsszavait a Google keresőjébe, és letölteni minél több cikket és ingyenes e-bookot. Hol tudod ezt megtenni? Van egy olyan oldal, erről már beszéltem egy korábbi videóban, ahol rengeteg ingyenes e-bookot tudsz letölteni. Ennek az oldalnak az a neve, hogy gutenberg.org. Természetesen a linket megtalálod ennek a videónak a leírásában, és nincs más dolgod, mint a katalógusba beírni az adott szakmád kulcsszavát. Megszokhattad már, hogy ezen a csatornán én csak ingyenes eszközöket kínálok, vagy azokra hívom fel a figyelmedet, de szerintem ezen túlmenően is érdemes ebbe a dologba befektetned, úgyhogy ha van egy kis felhasználható tőkéd, akkor ugyanúgy az Amazonon is érdemes szerintem végignézni, hogy vannak-e a szakmáddal kapcsolatos könyvek és szakmai anyagok, és ezek közül valamelyeket megrendelned. 2. számú javaslat: olvas szakmai blogokat. A könyvek nagyon jók, de lehet, hogy nem teljesen naprakészek, úgyhogy ahhoz, hogy minél naprakészebb legyél a saját szakmánkban, szakmai blogokat és szakmai weboldalakat kell olvasnod. Ugyanúgy nincs más dolgod, mint beírni a Google keresőjébe a szakmád kulcsszavát angolul, plusz a blog szót. Én próbaképpen beírtam a pincér és a blog összetételt a Google keresőjébe, tehát azt, hogy waiter és a blog szót, és elég sok és elég érdekes blogokat találtam. Ha téged is érdekel mondjuk a vendéglátóipari angol, akkor ezt a linket is megtalálod lent a videó leírásában. 3. számú javaslat: hallgass szakmai podcastokat, tehát internetes hanganyagokat. Az olvasás nagyon jó, de emellett fontos az, hogy hallgasd is azokat a szakkifejezéseket, amelyekre a szakmádban szükséged lesz. Semmi más dolgod nincs itt is, mint beírni a Google keresőjébe a szakmád nevét angolul, plusz a podcast szót. Én kipróbáltam szintén a waiter, vagyis a pincér szóval ugyanezt a játékot, és itt is elég érdekes podcastokat találtam, tehát csak azt akarom ezzel bizonyítani, hogy minden szakmával kapcsolatban léteznek angol nyelvű blogok és podcastok. 4. számú javaslat: olvas olyan regényeket, ahol a főszereplő a te szakterületeden dolgozik. Igen, talán egy kicsit nehezebb lesz ilyen tartalmat találnod, és elképzelhető, hogy fizetned kell érte, de egy próbát szerintem mindenképpen megér. Így sincs teljesen más dolgod, mint a Google keresőjébe beírni, igen, kitalálhattad a szakmád kulcsszavát plusz a novel, vagyis a regény szót, hát ha találsz te is olyan regényeket, ami a szakmádba vág. 5. pont. Nézz szakmai sorozatokat. Ha követed ezt a csatornát, akkor tudod, hogy én nagyon nagy híve vagyok a sorozatokkal és a filmekből való angol tanulásnak és az angol gyakorlásnak. Nagyon sok videót készítettem már erről a témáról, ezeket most nem fogom megismételni. Fönt a kártyán megtalálod a teljes playlistet. Viszont mindenképpen fontos szerintem, hogy nézz, ha találsz olyan sorozatokat, ahol a szakmádhoz közel áll a főszereplőnek a foglalkozása. Rengetegféle sorozatot készítenek az Egyesült Államokban, és szerintem szinte biztos, hogy találsz olyat, ahol a főszereplő informatikus, bankár, broker, rendőr, nővér, vagy valami hasonlóval foglalkozik, és ez is egy nagyon jó kiegészítése lehet annak, hogy elsajátítsd a szakmai angolt. 6. számú tipp, olvas iparági folyóiratokat. Itt is a naprakészségen van a hangsúly, ha léteznek olyan angol nyelvű szakmai folyóiratok vagy magazinok, amik elérhetőek és amelyek megfizethetőek a számodra, akkor szerintem mindenképpen érdemes ezekre előfizetni legalább egy ideig, de nagyon sok angol vagy amerikai magazin nyújt egy bizonyos számú ingyenes tartalmat, úgyhogy ha még nem is fizetsz rá, nem is fizetsz elő ezekre a magazinokra, mindenképpen tudsz ezeken az oldalakon is gyakorolni. Következő és 7. tipp, csatlakozz releváns Meetup csoportokhoz. Nos, lehet, hogy hallottál már ezekről a Meetup csoportokról, Magyarországon is nagyon sok ilyen van. Ez tulajdonképpen egy olyan közösségi oldal, ahol szakmai érdeklődés alapján lehet rendezvényeket keresni és rendezvényeket meglátogatni a lakhelyed közelében. Én elég sok meetupon voltam már, és azt kell, hogy mondjam, hogy én azt vettem észre, hogy a külföldiek is előszeretettel látogatják ezeket a rendezvényeket. Nagyon-nagyon sok informatikával kapcsolatos meetup van, vagy érhető el a fővárosban, de egy próbát mindenképpen megér, hát ha találsz olyan szakmai csoportot, ami közel áll a szakmádhoz és az érdeklődési körödhöz. Ha ez így van, akkor látogass el ezekre a rendezvényekre, és beszélgess minél többet lehetőleg angolul. És végül az utolsó, a 8. tipp, kombináld ezeket a módszereket. Tehát ha már egyet csinálsz, az is nagyon hasznos és nagyon jó, de akkor éred el a leggyorsabb szakmai fejlődést, ha szakmai magazinokat olvasol, szakmai podcastokat hallgatsz, szakmai sorozatokat nézel, és beszélgetsz a szakmádról angolul. Nos, én köszönöm, hogy ezt a videót megnézted, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!